kérdezem. Köszönöm a lehetőséget. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Gerencsér Attila vagyok, a Somogy megyei közgyűlés elnöke, aki egyúttal a Somogy megyei területfejlesztési tanács elnöke is. Most az utóbbi minőségemben szerettem volna a nyilvánosságot tájékoztatni, hogy csapódik le mindaz, amiről képviselő úr az előbb beszélt a megyében. Azzal szeretném kezdeni, hogy a magyar kormány, amióta csak elkezdte az európai forrásrendszernek a kialakítását és elosztását, folyamatosan sért két Európai Uniós alapelvet. Ez ma nem újság, évek óta mondjuk, hogy decentralizáció nélkül, a szubszidiaritás elve betartása nélkül folyik Magyarországon az európai források elosztása. Úgy is fogalmazhatnék, hogy végletesen centralizált az európai pénzek elosztása, úgy is fogalmazhatnék, hogy Magyarországon a végeken sem területfejlesztési tanácsnak, sem regionálisnak, sem megyeinek nincsen valós kompetenciája az európai források elosztására, mindent a kormány dönt el. A magyar kormány előtt két út állt. Az egyik út az az, hogy betartja az európai alapelveket, decentralizáltan a végekre bízza a döntéseket azokra a döntéshozó grémiumokra, akik a legközelebb vannak a problémához. Ebben az esetben azonban a parlamenti ellenzékhez tartozó fideszes önkormányzatokat sem lehetett volna kihagyni a döntéshozatalból. Ebben az esetben azonban jóval több európai forrást hívhattunk volna le már a mai napig is. A magyar kormány nem ezt választotta. A magyar kormány azt választotta, hogy kizárja a forráselosztás lehetőségéből, a döntésekből a parlamenti ellenzék által irányított önkormányzatokat, így a megyei területfejlesztési tanácsokat is, és felvállalta inkább annak ódiumát, hogy jóval kevesebb európai forrást fog Magyarország lehívni, és ezt mi elmondtuk előre. A baj az az, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy sajnos ebben a tekintetben is igazunk lett. Miért is mondtam el ezt mind most itt Önöknek? Azért, mert a líder volt az utolsó remény. A líder volt mindannyiunk utolsó reménye vidéken, hogy majd végre lesz legalább egy forrás elosztás, amelyet valóban a végeken a vidéki emberek eldönthetnek a saját problémáik kezelése érdekében. Mára az vált nyilvánvalóvá, hogy a líder is ebben a tekintetben megbukott. A líder sem decentralizált mechanizmus, mára kiderült, hogy az irányítóhatóságnak és a minisztériumnak olyan mértékű beleszólása van a vidéki emberek sorsát érintő líder pénzek elosztásába, hogy mára már látható, és mára már ebben érintett szocialisták is elismerik, hogy még a lídert is sikerült Magyarországnak úgy összeraknia, hogy centrális döntéshozatal zajlik. Ráadásul egy nagyon nagy hibát még elkövettek. A lídert úgy hívják, hogy negyedik tengely. A forráselosztásban létezik egy harmadik tengely is, és a legnagyobb sajnálatunkra ezt belekeverték a líderesek, a líder akciócsoportok, illetve a munkaszervezetek feladatai közé. Mi nem értjük, hogy mit keres ott, nem értjük, hogy mi volt ezzel a cél, nem tudjuk, hogy ez mire volt jó, nem tudjuk, hogy mennyiben segíti a pénzek elosztását, egyet látunk. A líder munkaszervezetek munkájának mintegy 80%-át mára már az úgynevezett harmadik tengellyel kapcsolatos munka teszi ki, aminek semmi, de semmi köze nincs a líderhez. Ezt szeretném mondani Önöknek, hogy Európában a líder egyáltalán nem így működik. Ez megint egy magyar virtus, mondhatnám úgy is, hogy a szocialista, liberális kormány nagyon időzőjelbe tett decentralizációja. Európában a feltételrendszer kialakítása, az értékelése a pályázatoknak, a kifizetés és az utódokumentáció is a végeken zajlik. Ezzel szemben már ott tartunk, hogy mindenki látja, hogy csak részben van a végeken a líderpénzek elosztása, sokkal inkább van az is Budapesten. Somogy megyéről szeretnék beszélni néhány szóval a líder tekintetében. Ma ott tartunk, hogy 108 millió forint fogyott el az 5 akciócsoport, illetve munkaszervezet működtetésére.
Úgy fogyott el Somogy megyében 108 millió forint a Líder munkaszervezetének a működtetésére, hogy közben Somogy megyében egyetlen egy sikeres pályázatot nem hirdethettek. A somogyi emberekhez egyetlen egy forint, egyetlen egy euró nem tudott eljutni, miközben 108 forintot költöttek el munkaszervezetek működésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, munkaszervezetek működésével kapcsolatban is súlyos problémák vannak. Magyarországon állítólag válság van, és a kormány állítólag válságot kezel. Ehhez képest a dél-balatoni Líder csoportnál, amiről egyébként a előttem szóló képviselő úr jóval tájékozottam nálam, mert a választó közvetében van, például 1,7 millió forintnyi üdülési csekre is volt pénz. Egyébként nagyon jól, több mint 300 forintos fizetéssel dolgozó munkaszervezeti tagok vannak, akiknek nem volt elég ez a fizetés, a emellé még 1,7 millió forintnyi üdülési csekre is szükségük volt. 1000 eurós irodabérletről tudunk havonta, és autóbérletről úgy szintén ugyanennél a Líder csoportnál. Vagyis miközben válság van, éheznek az emberek, megélhetési gondokkal küzdenek, és állítólag a kormány válságot kezel, mindeközben a Líder munkaszervezeteknél úgy látszik, senki nem sajnálja a pénzt. Nagyon fontos szempont, és mindezt a katyvaszt, amit ma területfejlesztésnek ismerünk Magyarországon, mutatja be, ha azt mondom, hogy a megyei területfejlesztési tanács elnökeként tudom azt, hogy 2006 előtt, amikor még létezett valóban forrással rendelkező területfejlesztési tanács a megyékben, milliárd és a fölötti forrása volt évente, körülbelül 10 fős munkaszervezettel látta el a dolgát. Mi a helyzet most? Mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatal, kistérségi koordinátorok, helyi vidékfejlesztési iroda, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Líder helyi opció csoport, kapaszkodjanak meg, ez körülbelül 200 fő megyénként. Ma körülbelül 200-an végzik el azt a munkát, amit egyébként a megyei területfejlesztési tanács 10 fővel el tudna ma is végezni, mint ahogyan el tudott végezni hosszú idők óta, egészen pontosan 1996 óta, amióta hatályos a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos törvény. Zárójel, ma is hatályos a törvény, csak a megyei területfejlesztési tanácsok nem kapnak hozzá forrást. Egy szóval, aki száz a vége, egyik barátom szokta mondani a rosszalkodó kisfiára, hogy még arra is képes, hogy a dobókockát elrontsa. Úgy látom, hogy a magyar kormánynak a vidék annyira nem fontos, hogy még a látszólag elronthatatlant is képes volt elrontani. Az utolsó reményt, ami a Líder lett volna a vidéki emberek, a falun élő emberek sorsát érintően, ezt is elrontotta, és ennek egy kiváló szimbolikus megjelenése az, hogy egyébként 260 milliárd forint elosztására hivatott rendszernek ma nem működik még a honlapja sem. Tessenek felmenni rá, nézzék meg, azt nem fogják tudni elindítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, és ha kérdés van, akkor szívesen válaszolunk. Parancsolj! Én azt gondolom, hogy ez a vidékfejlesztés szempontjából egy teljesen fölösleges és értelmetlen szerveződés, mint ahogy annak sincs sok értelme, hogy nagy délrel dúrral megalakították a Somogy megyei Líder csoportoknak a szövetségét. Hiszen ennek pont az a lényege, hogy egymáshoz közel lévő, egymással szomszédos települések összefognak, kitalálják, hogy melyek azok a fejlesztési célok, amit más forrásból nem lehet megvalósítani, erre megszabják a pályázati feltételeket, kiírják a pályázatokat, elosztják a pénzt, majd ellenőrzik a megvalósítást.